Hagyma és burgonya. Mindkét zöldség termesztésével találkozhatunk Szabó Sándor, Pródi birtokán. A mezőgazdasági vállalkozó csak nem 3 évtizede foglalkozik ezekkel a növényekkel, és mára a mindennapi munkákban családja, Sándor fia és lánya Csilla is segíti. 20 évig ebben a 2 kongresszusban dolgoztam ugyanúgy, mint növény termesztőgépész, és utána 95-ben mezőgazdasági vállalkozó lettem. És onnan kezdve a 2 gyermekemmel csináljuk, 80 hektár földön gazdálkodunk. Ebben van kukorica, napraforgó, vöröshagyma, burgonya, valamikor még volt 20 hektár paradicsomunk is. Én azt gondolom, hogy itt a legutóbb felsorolt növények, illetve most is, ahol itt állunk, itt a hagymánál, de akár a krumplira is teljesen igaz, meg a paradicsomra is, rengeteg élő munkát igényel. Igen. Ez mindenképp megnehezíti a gazdálkodást. Biztos látszik rajtam, hogy eléggé le vagyok barnulva, minden nap itt vagyunk kint a határba. Minden áldott nap. Hogyan indul Sanyiéknak egy-egy napja? Hát reggel 5-kor kelünk, és általában olyan 10 óra, mire letesszük a fejünket. Gyönyörű hagymaföldön vagyunk most. Ennek mi is a története? Hogyan indult pont a hagyma? Miért pont hagymával kezdett? Ennek elég nagy története van, mert amikor a paradicsomot termeltük, akkor beruháztam a paradicsom kombányra, és ott törtük az agyunkat, hogy tovább, amikor tönkretettek bennünket a paradicsommal, mert nem fizettek ki 10 000 más a paradicsomot, és azon gondolkoztunk, hogy ezt a kombányt hogy tudjuk átalakítani, hogy tovább is tudjuk működtetni, és ez került rá, hogy láttuk egy bemutatón, hogy a garézi paradicsom kombányjal szedték a vörös hagymát fel, nem kézzel, hanem a kombányjal, és akkor ez lett az ötlet, hogy valamennyi megpróbáljuk mink is, 1-2 hektáron. Hagyma. Itt már jelentős fejlesztések történtek, hiszen mivel nagyon vízigényes a növény, itt nyilván muszáj, hogy megoldott legyen az öntözés is. Igen. Hát az öntözés az mikroszóró fejjel működik, ha lehet látni, majd fel kell venni. És az, hogy olyan 7-800 000 forintos hektáros beruházása a mikroszóró fejnek. Nézzük magát a hagyma fajtáját. Milyen minőségű hagymával dolgoznak? A hagyma fajtánk eleinte nem volt áttelelő hagymánk, nem vetettünk, ezt szeptember 5-én szoktuk elvetni, azért mondjuk, hogy áttelelő, hogy ez nem fagy ki. Ebből egy kicsit birkoztunk, elég kényes, galateának híják, nagyon jó hagyma, egy nagyon jó ízű hagyma, de nagyon kényes, vegyszerre meg kimondottan. A őszi hagymánk, abból van 3 fajtánk, van a meduza, van a bronzon, és van a borneó. 3 fajta. Ez egy őszi hagymák, ezek májusig bírják. Sanyi, itt rengeteget kell dolgozni. Azért az nagyon jól látszik, hogy a mezőgazdaságnak is sokféle ágazata van, de ez valóban a leginkább kézi, munkaigényes ágazat. Igen, magyarán mondva a vöröshagymának egyáltalán egyedül, amikor elvessük, a pneumatikus vetőgéppel március elejétől végéig egy stomp vegyszert tudunk neki adni, semmi mást, ami nem bántsa még a hagymát. Hát állományban már akkor nem merném mondani, általában kapáljuk. Ott a kis tolikapa, amivel 3-4 tolikapánk van, és a gyerekikkel tolizzuk be zömében a hagymát. Én ilyenkor mindig azt gondolom, hogy ez egy családtól azért hétfőtől vasárnapig ez rengeteg energiát követel. Ebben nőttünk fel. Világ életemben a mezőgazdasági munkában dolgoztam gyermekkorom óta. Hát nem azt mondom, hogy nem fáradok el már, de úgy szeretem csinálni, szerettem ezt a növényeket. Véremben van, és a másik az, hogy amikor kijövök, azt látom abból a pici magból, milyen gyönyörű növény termett, az nekem tetszik.
Június második felét érjük már most javában. Ilyenkor milyen munkákat követel például ez a hagymafa? Ilyenkor nem tudunk belemenni kapával. Kézi gyomlálás van, ami nagyobb gazok megmaradtak, azokat kiszedjük, hogy amikor húzzuk felfel a hagymát, ne törje. Na és nézzük, krumpli. Szintén rengeteg munkát követel az emberektől, én azt gondolom. Hát a burgonyát az ugyanez, ebből a technológiával csináljuk, mert felhúzzuk azt a kis rendre, és avval a kombányjal, ha kedvez az idő, akkor avval is fel tudjuk bele tudjuk rakni a konténerbe, a pautkocsira. Azt gondolom, hogy mindkét növény roppant tápanyagigényes, meg egyáltalán, tehát itt nagyon nagy gondossággal kell eljárni. E tekintetben mit tud Sanyi mondani? Hát ugyanaz a hatóanyagot kapják a burgonya is, meg a vöröshagyma is. Hát a vöröshagymának még nagyobb tápanyag szükséges. Hát késő ősszel kiszoktuk szórni a foszfort-káliumot, és azt akkor simára húzzuk, hogy sima legyen a apró magnak a talaj. Utána tavasszal hát háromfajta műtrágyát szoktunk neki adni. Ja, ezt elfelejtettem mondani, hogy az őszi foszfort-káliumból 3 mázsát szórunk ki hektáronként, és tovább is 3 mázsákat szórunk ki a 824-esből, mikromitból, akkor 824-es a jaramitrágya, meg ammóniumnitrát 34%-os. Olyan 10-12 mázsa per hektáronkénti műtrágya. Ez is szintén nagyon nagy gondosságot, odafigyelést követel. Igen. Ez a gondosság az, hogy ezt a hagymát milyen telvessük, azt másnap azonnal be is kell öntözni. És azt utána nem szabad hagyni, hogy a hagyma földje megszáradjon, kiszáradjon, mert képes elszáradni az egy kis szál gyökere a hagymának, a vörös hagymának. Na és nézzük a burgonya. Milyen fajtával dolgoznak, arról mit érdemes tudni? Burgonyából két fajta szokott lenni zömében, a keszthelyi burgonya, van a balatonrózsa, és van a hópehely, amit nagyon szeretnek a hópehely burgonyát, hófehér tud lenni, nagyon jó ízű. Utána vettünk Skóciából Desirét, vírusmentest, és nagyon jó skócia vetőmag burgonyájuk van, csak az idején nem tudtunk venni, már nem engedték be a kamiont, és nem tudtunk fényzárolt vetőmagot venni. Az is egy nagyon jó ízű burgonya, ez a háromfajta burgonyával gazdálkodunk. Például a vöröshagymára egyáltalán nem, csak a föld alapú támogatásunk van. Tavaly előtt kaptunk 35.000 forint per hektárt, most az se. És ez más országokban bizony a kertészeti dolgokat teljesen más véleménnyel nézik, meg csinálják, meg segítik. Nyilván, hiszen itt a kertészetnél, itt tényleg az élő munkaerőnek elengedhetetlen szerepe van. És még egyet akarnék hozzátenni, a kollégámnak volt, a barátomnak, Molnár Imrék mámnak volt annak 5-6 hektár paradicsom, vagy vöröshagymája. 2 éve már ő nem termelt. Egyedül én termelek Böszörénybe hagymát. Nincs termelő. Nem is lesz, ha így haladunk, nem fog termelni senki. Mi lehetne erre akkor a megoldás? Hát egy kicsit nagyobb segítséget kérnénk, hogyha már a kertészetet továbbra is akarják, hogy magyar termék legyen a boltban, mert amit én odaadok, azt tudom, hogy az magyar. Meg odaadhatom a gyermeknek is, tudom, hogy mivel van vegyszerezve, hogy van vegyszerezve, és tudom, hogy nem lesz tőle beteg. Hát nem tudok, ez a segítségünk, ez nagyon kevés. Például most elmondanám azt is, hogy az öntözési engedélyem lejárt, majdnem 2 éve telt, mire megcsinálták az engedélyt, 700.000 forintba került az engedély, és 3 évre kaptam meg. Kicsit bánt, de még megyünk tovább, mert nekünk ez van. Sanyi, és mi lesz a megtermelt termésnek a sorsa tulajdonképpen? Hát a megtermelt
termékünk az általában úgy van, hogy eléggé kifortak az őtéges bautok, szeretik ezt a fajta hagymát és a burgonyát is, és általában meg szoktam még a nagypiacra járni, a nagybanira, szoktam egy héten kétszer járni, az is elég fárasztó, de ott már nagyon sokan ismernek. És ezen az értékelésen, magyarán mondva, tavasztól, vagy ősztől áprilisig hagymát szoktunk árulni. Sanyi, hogyan tovább? 5 év múlva, 10 év múlva mi lesz a maguk vállalkozásában? Ezt még nem tudom. Tervek vannak azért? Hát még azt mondtuk, hogy jövőre még nem adjuk le, vagy teljesen. Már itt a gazdakörrel is, amikor itt voltak hozzánk, akkor mondtuk, hogy már felinnyi terület lesz, mert azért, hogy mink se bírjuk már, a gyerekek is unják, meg nincs ember rá, akit tudjunk megszólítani, hogy jöjjönek kapálni, mert a kapálás ennek a zenéje. Na és akkor mondjuk 5 év múlva, akkor vissza fog szorulni a hagymatermesztés, meg egyáltalán a krumpli, és megmaradnak akkor azok a haszonnövények, amelyekkel kevesebb élő igen, munka. Igen, megmarad a kukorica, a búza, a napraforgó, bár az idén nagyon siralmas évünk van eddig, mert tavasz óta itt egy szemesőt nem kaptunk. Hogy mi lesz a sorsa, meg lehet nézni, a forgónak az alsó levelei már majdnem fel vannak száradva, sülve, magyarán mondva meg van sülve. Nem tudjuk. Lehet, hogy teljesen nem adjuk le, ezt még majd a gyerekekkel megbeszéljük, de nagyon nehéz. Itt egyébként milyen minőségű a föld? Itt Prót határában vagyunk tulajdonképpen. Vannak jó földek, ez nem egy magas aranykoronájú föld, 19-20 aranykoronás, 17 aranykoronás, 13 aranykoronás, de nem tudunk máshogy hagymát termelni, mert nincsen csatorna, és nem tudunk öntözni. Ezt meg minden másnap öntözni kell ezt a hagymát, most kivételesen.